Önök a Telena magazint látják, köszöntöm nézőinket, Bence Péter vagyok. 2021-ben elkészül a Faddombori Tolna kerékpárút, és elkezdődik a helyi bölcsöde építése is. Minden projektet, amiről a tavalyi évben a pandémia miatt le kellett mondani, idén szeretnének megvalósítani Tolnán. Ezen kívül több nagyszabású fejlesztés is terveznek a városban. Az elmúlt év rendhagyó volt Tolna város életében is, a pandémia sok nehézséget okozott. Megváltozott itt is az élet, ugyanúgy, mint ahogy az egész világban mindenütt. És ez új kihívásokat jelentett az önkormányzat részére is. És azért azt hozzá kell tenni, hogy az önkormányzati döntéseket a rendkívüli jogrend ideje alatt a képviselőtestület helyett a polgármester hozza meg. Tehát gyakorlatilag ennyi volt az egy személyes felelősség, hogy ezeket a döntéseket meghozzam. Nyilván ment minden a maga útján. Szerencsére a költségvetés tervezésekor még, illetve a költségvetés elfogadásakor még a képviselőtestület tudott dönteni. Tekintettel arra, hogy március közepén lépett életbe a rendkívüli jogrend, a február végi ülésen még a költségvetést elfogadtuk. De aztán az élet úgy hozta, hogy egy kicsit változtatni kellett rajta, hiszen nem tudtuk, hogy milyen adóbevétel kieséseink lesznek, és azt sem tudtuk, hogy mennyit kell fordítanunk a járvány elleni védekezésre itt a településen. Erre való tekintettel én minden olyan beruházást, ami nem pályázati forrásból valósult meg, és halasztható volt, azt úgy döntöttem, hogy nem hajtjuk végre az elmúlt évben. Szerencsére sikerült a játszóházat átadnunk. Igaz, hogy csak egy délutánra, néhány órára tudták a gyerekek ezt megszállni, ezt a létesítményt, és egy nagyon könyvfakasztó megszállás volt ez, mert nagyon örültek neki, hogy végre megnyílt, de igaziból nem tudott a létesítmény megnyílni. Ez még remélem, hogy az idei évben meg tud valósulni. Aztán az ilyen kisebb projektjeinket, mint útépítés, vagy felújítás, vagy kisebb járdaépítések intézményeknél, nyilván, hogyha egy tető beázik, azt muszáj megoldani, és azt muszáj ezeket a problémákat elhárítani, tehát ezek azért megvalósultak. De azok a fejlesztések, amiket korábban terveztünk, vagy álmodtunk, azok nem tudtak megvalósulni. Az egyik elképzelés az, hogy ezeket idén, tehát 2021-ben bepótolják. Nyilván azok a tervek, amik korábban nem tudtak megvalósulni, azok most újra napirendre kerülnek. Ezek leginkább ilyen kisebb dolgok, például a temetőnél, vagy a temetőknél a ravatalozók elé egy ilyen féltető építése, vagy folytatnánk a járda rekonstrukciót. A közintézményeket korszerűsítjük folyamatosan, de ugye most az új uniós ciklus küszöbén azért már konkrét dolgokat is várnak tőlünk, és hát azt egy kicsit nehéz egyedül meghatározni, hogy mi legyen a jövő, úgyhogy én azt tervezem, hogy azért ilyen informálisan majd a képviselőket megkérdezem, hogy mik azok a javaslatok, amiket esetleg ők javasolnak, és mik azok, amiket ők támogatnának, és fontosnak tartanak, hogy itt a városban megvalósuljon. Az egyik nagyon-nagyon fontos projektünk, ami a tavaly évben még nem tudott lezárulni, de decemberben már 50%-os előrehaladást tudtunk elérni a kerékpárút építésében. Tehát gyakorlatilag az aszfaltozás az, ami vissza van, és várhatóan április első felében már le fog zárulni a projekt, tehát én remélem, hogy március végén nem fog hóesni, mert nyilván akkor nem lehet aszfaltozni, de terveink szerint április közepéig a kerékpárút is megépül. Nagyon szeretnénk valamennyien, hogy Szekszárdról Tolnára is vezetne egy kerékpárút, illetve Tolnán belül is a kerékpár utat meg tudnánk újítani, és esetleg szélesíteni tudnánk. Hát ez egy nagyon-nagyon fontos projekt lenne. Az egyik nagy gazdasági vállalattal közösen van egy projektötletünk, ami a Gém utcát hosszabbítaná meg egészen a Hatos útig. Tehát ez is egy nagyon-nagyon fontos projekt. Aztán nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetnünk, és egyre sürgetőbb a Dunapartnak, illetve nem a partnak, hanem a medernek a megoldása, tehát itt az iszapot kéne
gyakorlatilag fizikailag ki kéne emelni a mederből, és folyamatos összeköttetés kéne az élő Dunával, hogy az élő víz is be tudjon jutni a holtákba. És aztán van a Dunaparti projektünknek egy, álmodtunk mi korábban egy olyan részét, ami az előzőben nem fért bele, tehát a város alatti rész nem teljesen tudott megújulni, szeretnénk még oda néhány dolgot. A járdák és utak felújítására, valamint a csapadékvízelvezetés fejlesztésére is szükség lenne. Az elmúlt időkbeni nagy esőzések folyán során kiderült, hogy bizony-bizony vannak problémák a csapadékvízelvezetéssel, és ezt szeretnénk nyilván elsőkorban megterveztetni, és aztán erre valami végleges, vagy legalábbis hosszú távú megoldást találni. És aztán van még egy olyan projektünk, ami eddig csak a tervezés szakaszáig jutott el, de most már gyakorlatilag a kivitelező kiválasztásánál tartunk. Ez a bölcsöde építése a városban. Ez már többször elmondtam, hogy a jelenlegi Pitypangóvoda melletti szabad zöld területen fog megépülni. Gyönyörű szép terveket láttunk és kaptunk, és a tavalyi év végén sikerült a felhívást megjelentetni, a közbeszerzési felhívást a kivitelező kiválasztására, és várhatóan január közepéig bejönnek az ajánlatok, és aztán az értékelés történik, és remélem, hogy az is hamarosan el tud kezdődni. Én arra számítok ebben az évben, hogy lassan-lassan visszatér az élet, de nem gondolom, hogy ez egyik pillanatról a másikra fog bekövetkezni. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha a tolnai emberek egészségesek maradnának ezután is. Ehhez egyébként egy nagyon fontos adalék az, hogy úgy tűnik, hogy lesz még egy gyermekorvos a városban. És az nagyon fontos, hogy gyakorlatilag akkor minden gyermek és felnőtt házi orvosi, illetve fogorvosi körzet, betöltött körzet lesz. Ez egy nagyon fontos része, én azt gondolom, az egészségügyi ellátásnak, hogy azokat a feltételeket tudjuk biztosítani, amelyek ehhez szükségesek, és a humán erőforrás ehhez úgy tűnik, hogy meg lesz. Még nem tudják, hogy alakul majd az idei költségvetésük, hiszen a vírus helyzet miatt a tolnán működő cégek által befizetett iparűzési adó is csökkenhet. A gépjárműadó már tavaly is hiányzott az önkormányzat büdzséjéből. Az biztos, hogy a gépjárműadó az egy ilyen 30-33 millió forintos bevételkiesést okoz, már az elmúlt évben is okozott, és ebben is, és nyilván azért ez a 33 millió forint is egy nagy összeg azért Tolnaváros költségvetésében. Jellemzően egy ilyen másfél milliárdos főösszegű, ami költségvetésünk a projekteken kívül, és azért 30 millió forint az mondjuk éppen egy kisebb utcának a leaszfaltozása. Azok a nagy cégek, akikkel tárgyaltam az elmúlt év végén, és alpolgármester úrral megkerestük őket, hogy milyen terveik vannak a jövőben, és hogy sikerült az elmúlt év, ők nem panaszkodtak. Tehát azért ez bizakodásra ad okot, és azt gondolom, hogy nem kell lemondanunk minden álmunkról, sőt az álmainkat meg kell valósítani, és úgy tűnik, hogy még új és még több álmunk is lehet. Én azt látom egyébként, hogy az ilyen-olyan támogatásokból azért az állam pótolja azokat a hiányzó összegeket, és még egyszer azt mondom, ahhoz, hogy mi ezeket részt tudjunk venni, ehhez kellenek tervek, kellenek ötletek, kellenek jó szakemberek, akik ezeket a projekteket megírják, és aztán eddig még mindig az élet úgy hozta, hogy minden kérésünket a kormány támogatta. Például a topos pályázatainkban, az előző ciklusban gyakorlatilag önerő nélkül tudtuk valamennyit megvalósítani, tehát mindegyikhez a többletforrást is biztosították. Hát én remélem, hogy a jövőben is így lesz. És hogy Appelshofer Ágnes mit kíván az új évre a település lakóinak? A tolnaiaknak elsősorban egészséget kívánok, és nagyon biztatom őket arra, hogy tartsanak ki, aztán jobb lesz. Szerintem már sosem lesz olyan, amilyen egy vagy két évvel ezelőtt volt, de hát lehet, hogy ez nem is baj, hogyha nem minden visszajön, ami korábban volt, hiszen ebből a rohanásból egy kicsit talán vissza kéne venni, és egy kicsit talán
több energiát kéne fordítani egymásra, a családunkra, a szeretteinkre, és erre most remek alkalom adódott az elmúlt években, hiszen nyilván, amikor az embernek otthon kell lenni, akkor több időt tölt a családjával, és talán egy kicsit jobban aggódik érte. Hát én azt szeretném, hogyha tudnánk épülni, szépülni a jövőben is, és ahhoz, hogy az önkormányzat és a város fejlődjön, ehhez az emberek jóléte is szükséges, tehát én azt is kívánom mindenkinek, hogy találja meg mindenki a saját számítását, és tegyen érte meg minél többet, legyen rá lehetősége, elsősorban ehhez pedig egészség kell. Új esztendő, új remények, már régi hagyomány, hogy új év alkalmával fogadalmat teszünk, arra, hogy változtatunk rossz szokásainkon. Megkérdeztük a tolnai lakosokat, hogy mit várnak a 2021-es évtől. Volt, aki úgy gondolja, nem hoz változást az új esztendő, de akadt olyan is, aki pozitívan tekint előre. Új év, új én, tartja a mondás. Az új esztendő a fogadalmak időpontja, amikor reméljük, hogy másnap valami jobb veszi kezdetét. Ha valamire, akkor a 2020-as évünkre ez biztosan elmondható, hiszen sokak számára nem ez volt a legszerencsésebb esztendő. Ez a számadás az évértékelés ideje, amikor átgondolhatjuk, mi minden történt velünk az évben, és mire szeretnénk a jövőben odafigyelni. Megkérdeztük Tolnaváros lakosait is, hogy hogyan értékelnék a 2020-as évet, és mit várnak az új esztendőtől. Volt, aki egy új otthon reményével indult neki 2021-nek. Hogy sikerüljön házat vennünk. És az előző évről mi a véleményed? Hát nekem csak szerencsétlenségem volt, úgyhogy igazából nem tudok róla mit mondani. Ez nem jött be. Van, aki nem bízik abban, hogy egy jobb, sikeres évvel nézhetünk. Kisebb járványt, mint ami tavaly volt. Szerencsére engem anyagilag annyira nem érintett, mint másokat, nem vesztettem le a munkahelyem. Nem is csökkent a bérem, tehát biztos voltak sokkal rosszabb helyzetű emberek is, mint én tavaly. Mások reménykednek, hogy enyhül a járványhelyzet. Sok minden jót nem, sajnos nem hiszem, hogy sok jó, semmi jót nem várhatunk, én nem bízok benne. Tett valami újévi fogadalmat? Nem tette, nem szokásom, úgyse tudom betartani. Remélem, hogy jobb lesz a 20-as évtől, azért abba bízom. Akadt olyan is, aki szerint minden csak megközelítés kérdése, és inkább látja félig telinek, mint félig üresnek azt a bizonyos poharat. Tett valami újévi fogadalmat? Persze, hogy minden engem megállító riporternek megállok. Mi a vélemény az előző évről? Mindig ez hozzáállás kérdése. Ezt lehet jól is értékelni, lehet rosszul is. Én azt gondolom, hogy kihoztuk belőle a maximumot, amit ki lehetett. A következő év mindig számos újdonságot és lehetőséget tartogat számunkra. Érdemes újévi fogadalmainkat, céljainkat átgondolni, hogy megvalósításukra tudatosan készülhessünk. Most rövid reklám következik, majd megmutatjuk önöknek azt a könyvsorozatot, mely a város sportjának történetét dolgozza fel. Maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Minden kedves nézőt, diákot, szülőt egyaránt nagyon nagy szeretettel köszöntök a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumból. Aki még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne csinálni majd a jövőben, mivel szeretne foglalkozni, illetve ezt várjuk nagyon nagy szeretettel azokat a diákokat, akik szeretnék, ha odafigyelnének rájuk, akik szeretnék megkapni további fejlődésükhöz a szükséges egyéni odafigyelést, támogatást és természetesen kiváló oktatást. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk tehát a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A
A Tolnatex BT nagy múlttal rendelkező Európa egyik vezető műszaki textíliákat, speciális szöveteket gyártó cég. Bővülő termékeink gyártásához folyamatosan keresünk munkatársakat, textilipari gépkezelőket, gépbeállítókat, gépmestereket, több műszakos munkarendben. Amit kínálunk, műszakpótlék, szakmai előmenetel és ezzel arányosan növekvő kereset, utazási költségtérítés. Fél év eltelte után meghatározott feltételekkel önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, évközi és évvégi juttatás. Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük juttass el önéletrajzát a Tolna Bezeridi tér 1-be, vagy a munkakukac@tolnatex.hu e-mail címre. Folytatjuk is a Telena magazint. A 2016-ban elhunyt Gálfi Dezső dolgozta fel Tolna város portörténetét. A könyvsorozat egy társadalmi összefogás eredményeként már mindenki számára elérhető, hiszen a kötetek a városi könyvtár tulajdonába kerültek. Közösségi összefogás révén a napokban oda kerültek Tolna sportjának történetéről szóló kötetek, ahová a szerző Gálfi Dezső eredetileg is szánta azokat, a Tolnai városi könyvtár tulajdonába. A tolnai Gálfi Dezső Tolna megye sportjának karakteres alakja volt, kiváló futballistaként, edzőként, sportvezetőként. És nem utolsó sorban a megye sportéletének kutatójaként és dokumentálójaként. Feldolgozta többek között Szekszárd kosárlabda sportjának történetét, a szekszárdi Dózsa, Fadd és Tolna megye futballjának egy-egy korszakát is. Legnagyobb vállalása azonban ezen a téren Tolna sportjának a kezdetektől, azaz 1913-tól 2000-ig történő megörökítése volt. Dezső bácsi közel 15 éven át gyűjtötte össze és dolgozta fel a témát. A megyei könyvtárban és a megyei levéltárban kutatta a forrásanyagokat. 900 kézzel írt lap és 4000 fénymásolt újságcikk. Ebből állította össze a 6 kötetes kiadványt, amelyben kizárólag adatok, eredmények, tabellák, sorsolások találhatók kommentár nélkül, összesen 4,5 millió karakter terjedelemben. A 7. könyv csak fényképeket tartalmaz, amelyek jelentős részét sportszerető tolnaiak ajánlottak fel. A páratlan gyűjteményben a településen valaha űzött 18 sportág összes fellelhető eredménye fellapozható. A könyvekből kiderül, hogy a hagyományos sportok mellett többek között lovaspólóban, kisgolyós tekében, de még motorkerékpáros akrobatikában is kipróbálták tudásukat a tolnai testedzők, versenyszerű formában. A kötetekből arról is képet lehet nyerni, hogy mennyi sportegyesület működött a településen a 87 év alatt, jellemzően kék-fehér színben. Kezdve 1913-ban a Tolnai Atlétikai Klubbal, ami valójában futballklub volt. Folytatva 1919-20-ban a Tolnai Ifjúsági Közművelődési Egyesülettel, a TIKE-vel, amelynek foci csapata mellett dalárdája és színjátszó csoportja is működött. A számos, hosszabb, rövidebb ideig működő egylet után következett a Tolnai Vörös Lobogó, amely 1954-től néhány éves megszakítással a rendszerváltás környékéig üzemelt. Hogy aztán átadja a helyét a Tolnai Sportegyesületnek, amelyből a rendszerváltás után sorban kiváltak a szakosztályok, hogy önálló klubokká alakuljanak. A könyv ünnepélyes bemutatóját 2009. decemberében tartották, akkor úgy volt, hogy az önkormányzat megvásárolja a kiadványt a szerzőtől. Az akkori gazdasági válságos időszakban az önkormányzatok általában nehéz anyagi helyzete miatt, azonban erre végül nem került sor. Gálfi Dezső, aki 2010-ben megkapta a Tolnaváros sportjáért kitüntető díjat is, 2016-ban elhunyt. Özvegye szerette volna, ha ez a hagyaték a legmegfelelőbb helyre, a helyi könyvtárba kerül, ahová Dezső bácsi is szánta. De nem csak ők, hanem tolnai sportbarátok is szerették volna, ha ez így történik. Idén ősszel civil kezdeményezés indult a kötetek megvásárlásáért. Gálfi Dezsőné az eredeti ár töredékéért ajánlotta fel a könyvet, számos helyi sportbarát, cég és magánszemély csatlakozott a gyűjtéshez, és a város polgármestere, a Peszhofer Ágnes is támogatta a célt. Ennek köszönhetően a 7 kötetes kiadvány nemrégiben a Tolna város könyvtár tulajdonába került. A könyvek helytörténeti szempontból értelemszerűen nagy értéket képviselnek, de természetesen nosztalgiázásra is kiválóak. Gálfi Dezső annak idején elkészítette a kötetek digitális változatát is, így az, anyagkutatási célra is könnyebben használható. A könyveket az érdeklődők kizárólag a tolnai könyvtárban lapozgathatják majd, a járványhelyzet miatti korlátozások megszűnte után.
Enyhültek a maszkviselési szabályok Tolnán, január 6-ától csak az arra kijelölt helyeken kell a szájatorrot eltakaró textilt hordani. Appelszofer Ágnes polgármester azzal indokolta a döntést, hogy csökkenő tendenciát mutat a koronavírus fertőzöttek száma Tolna megyében. Változtak a közterületi maszkviselés szabályai Tolnán. Még novemberben döntött arról a kormány, hogy a koronavírus járvány terjedésének lassítása érdekében a 10 000 főt meghaladó települések közterein is kötelező a maszkviselése. Azt, hogy melyek ezek a területek, a települések polgármesterei dönthették el. Akkor Tolna város vezetője úgy határozott, a zöld területeket kivéve mindenhol hordani kell azt. Azonban január 6-ától enyhülnek a szabályok a településen. Appelszofer Ágnes azt mondja, lazít a szigorításokon, mert jelentősen csökkent a megbetegedések száma. Ezentúl csak a megjelölt köztereken, illetve nyilvános helyeken kötelező az orrot szájat eltakaró maszkviselése. A 10 000 főnél nagyobb településeknél a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy a közterületeken lévő maszkviselés szabályozza. Én akkor azt a szabályt hoztam, hogy közterületen zöld területet kivéve mindenhol kell maszkot hordani. Tekintettel arra, hogy a Tolna megyében és így értelemszerűen Tolnán is a fertőzések száma csökkent, hogy az új megbetegedések száma csökkent, és tekintettel arra, hogy azért magam is itt élek a városba, és járom az utcákat, és láttam, hogy olyan nagyon nagy csoportosulásuk és tömegek nincsenek, ezért azt a rendeletet módosítani fogom. Az új rendelet szerint maszkot kötelezően közintézmények, buszmegállók, üzletek, posta, gyógyszertár, oktatási, nevelési, illetve egészségügyi intézmények 25 méteres körzetében kell hordani. A helyiek közül volt, aki azt mondta, továbbra is viselni fogja a szájmaszkot. Én azért hordom, drága, mert potyognak el az emberek. Úgyhogy én le sem merem tenni, csak otthon. De sokan örültek az enyhítésnek. Nagyon gyűlölöm, mert szemüvegem bepárászodik, szöszös bemegy a számba, nagyon szívesen leveszem. A polgármester az emberekre bízza a döntés jogát, hogy élnek-e az enyhítés lehetőségével. Mindenhol máshol gyakorlatilag nem kötelező, ez nem azt jelenti, hogy nem szabad maszkot hordani. Nyilván, ha valaki úgy érzi biztonságban magát, akkor arra biztatom, hogy használja a maszkot. De magam is találkoztam több olyan, például kismamával, aki a kis gyereket sétáltatta, vagy egy idős emberrel, aki egyedül ment az utcán, és közel távol nem volt senki, és bizony maszkot kellett hordaniuk. Zömmel betartották, láttam olyat, hogy valaki nem volt maszk. Hát nyilván mindenkit a rendőr nem büntetett, nem is ez volt a cél egyébként, és még egyszer mondom, nem az, tehát amikor az ember egy szigorú szabályt hoz, akkor nem az a cél, hogy legyen miért megbüntetni az embereket, és számon kérni őket, hanem a cél az kifejezetten az volt, és most is az egyébként, hogy az emberek egészségét és biztonságát megóvjuk. Voltak renitensek, de azt gondolom, hogy renitensek mindig vannak, tehát van, aki nem tartja be a sebességkorlátozásokat sem például, és van nagyon sok szabály, ez most egy kicsit enyhébb szabály lesz. Appelszofer Ágnes arra kéri Tolna város lakosait, hogy a kijelölt helyeken mindenképp viseljenek orrot szájat eltakaró maszkot az egészségük megőrzésének érdekében. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!